Mókásbábokkal felszerelt zenélő utcai hangszerek, vagyis verklik lepték el Keszthely belvárosát szeptember első hétvégéjén, ahol már 10. alkalommal gyűltek össze a hangszerrajongói. Korábbi alkalmakhoz hasonlóan az eseményre körülbelül 50-55 verkli érkezett, nagyjából 70 fős kísérettel, főként a nyugati országokból. Ez tudott dolog, hogy őnáluk, amikor nálunk a háború után megszűnt ez a verklizés, amit lehetett látni a pesti bérházaknak a gangjáról lenéztek, és ott egy verkli zenélt. Önálluk tovább maradt életben ez a verkli zenélés, főként Németországban, Ausztriában és Svájcban. Ebből a három országból mindig nagyon nagy létszámmal jönnek. Utóbbi időben megjelentek a szlovén verklisek, vannak szlovákok, hollandok, és az idén van egy kanadai verklisünk is, nagy örömünkre. A verklisekkel a városon belül több helyen is találkozhattak az érdeklődők. A helyi piac mellett a Kastélyparkban is zenéltek, de leginkább a főtér és a Sétála utca volt a kiemelt helyszínük. A Magyarországon egyedülálló rendezvény Hans-Jörg Surber kezdeményezésére jött létre még 2013-ban. Az alapító azt mondta, az évek során mindig adottak szervezési nehézségek, így idén is, ám nagyon boldog, hogy már egy évtizede egyre nagyobb népszerűségnek örvend a találkozó. Engem tulajdonképpen ezek a mechanikus szerkezetek már kicsi koromtól érdekeltek. Ez elkísért egész életemen keresztül, és hát ezzel foglalkoztam mindig. Így, amikor ide költöztünk, kézenfekvő volt, talán itt is vannak olyan emberek, akik szeretnék együtt csinálni velünk, és örülök, hogy ez megvalósult. Jó úton járunk. Hans-Jörg Surber zenerajongását mutatja az is, hogy tavaly nyílt meg Gyenesdiáson a Surber Zenemúzeum, amelyben több mint 600 különleges hangszer, főként verkli látható. A rendezvény nem jöhetett volna létre a helyiek támogatása nélkül. Szerencsére a Keszthely térségi vállalkozó klubjának elmondta, ők most is, ahogy 10 éve is, 1,5 millió forinttal tudták támogatni a rendezvényt, hogy ez minél színvonalasabb legyen. Emellett a kezdetekről is mesélt. 11 éve ezelőtt ismerkedtem meg a rendezvénynek az elindítójával, ötletgazdájával, Hans-Jörgen Surber úrral. Hans, aki egy svájci úr és a felesége Irina Surber, ők voltak ennek az egész rendezvénynek a kezdeményezői, és mi a vállalkozói klubbal mellé álltunk. Egy barátság alakult ki akkor közte és köztem, és esti borozgatás közben született a gondolat, hogy csináljunk Keszthelyen egy verkli fesztivált, ami még nem volt, mondhatjuk úgy, Magyarországon, hiszen az 1920-as években még Budapesten még 200 fölötti verklis kintornás volt, akik úgymond ezzel hangszerre keresztjék a kenyerüket, de úgy gondoltuk, hogy ezt újra be kellene mutatni a közönség előtt, hiszen a klubunk számára is fontos a kultúrának, a hagyományainknak a zápolása és az újjáélesztése, és ezzel sikerült egy meglátásom szerint egy nagyon fontos dolgot megvalósítanunk. Az egyébként német származású Ingmar Krause a kanadai Brit-Kolumbia tartományból feleségével érkezett a verki találkozóra. Ingmar szülei a közelmúltban elhunytak, ám Helga és Hartmut korábban gyakori résztvevői voltak a fesztiválnak. A fiatal nekik szeretne emléket állítani, egyúttal kíváncsi volt arra is, miért szerették szülei annyira a balatonparti várost és annak különleges rendezvényét. Én első alkalommal vagyok itt Magyarországon, korábban Magyarországon sem jártam még, sőt a fesztiválon sem, bár a szüleim, Helga és Hartmut, akik mindig a gimnázium oldalánál álltak, már a legelső fesztiválon részt vettek, és aztán több éven keresztül is visszajártak, mindig ugyanott álltak, rájuk biztosan sokan emlékeznek. Ők mára meghaltak sajnos, így én vagyok az, aki a családban ezt a zászlót most felvette és tovább viszi. Fiatal generációban is akad olyan, aki őrizni kívánja a verkli hagyományát.
A mindössze 21 éves Sandro Neugebauer orgonista Muki nevű majmával és hangszerével Németországból érkezett Keszthelyre. Sandro egyébként a Német Verkli Társaság legfiatalabb tagja. El kell mondanom, hogy én is első alkalommal jöttem. Gyerekkorom óta érdekel a Verkli, és kicsi gyerekként kezdtem. 8 éve van meg ez a Verklim, és nem csak Verklin játszom egyébként, bár lenyűgöznek ezek az eszközök, hanem orgonán is. Megláttam egyszer egy templomi orgonát, és beleszerettem. A fesztiválra érkezett 4 olyan verklés, akik már a rendezvény 2013-as kezdete óta rendszeres résztvevők, és egyetlen alkalmat sem hagytak ki. Egyikük, Hans Peter Fischl, nem csak a hangszer, de Keszthely rajongója is. Nyáron mi mindig Mohács környékén élünk a feleségemmel, és mi Magyarországon értesültünk róla, hogy van ez a fesztivál. Természetesen el is jöttünk, 10. alkalommal járok már itt. Ez egy különleges hely. Keszthely emlékeztet Olaszországra. Kissé mediterrán karakterű a történelmi belvárosa, és itt nem csak egy utcába vagyunk bezsúfolva, hanem az egész belvárosban szerepelhetünk. Kedves a publikum, jönnek és kérdeznek, és tekerni akarják az eszközt. Nem lehet nem szeretni. Az 1930-as években a hanglemezek, a magnetofon elterjedése és a rádió általánossá válása megpecsételte ugyan a Verkli sorsát. Szerencsére akadnak, akik a mai napig gondoskodnak arról, ne merüljön feledésbe ez a különleges hangszer. Így tesznek a Nemzetközi Verkli Fesztivál szervezői és persze verklisei.